Épp az ebédet adagolják ki a bonyhádi gondozási központban, és szállítják ki azoknak az időseknek, akik a koronavírus járvány miatt most nem élvezhetik az intézmény nyújtotta előnyöket. Sajnos a helyzet változatlan, az időseink továbbra sem tudnak bejönni hozzánk, mindenkit az otthonába látogatunk, telefonon érdeklődünk velük kapcsolatosan, illetőleg kérjük továbbra is a segítségüket, hogy a farsang vagy a elkövetkező időszakban való programjainkhoz ötleteljenek velünk együtt. Napi kapcsolatban vagyunk velük, és elmondhatom, hogy mentálisan sajnos nagyon-nagyon megviseli őket az elzártság, a magány érzése. Az izolálás az egyik legrosszabb az ő esetükben, hiszen a közösségi élet, a közösségi szervező feladatok nagyon sokat segítenek az ő helyzetükön, az ő életvitelükön. Jelenleg 60 fő vesz részt a gondozási központ nappali ellátásában. A mostani sivárhelyzet ellenére az intézmény minden szeglete dekorálva van az aktuális ünnepi időszaknak megfelelően. Január az egyik legnehezebb hónap számunkra, hiszen ez a tervezés időszaka. Ebben a hónapban tervezzük meg az egész éves működésünket, mind költségvetésileg, anyagi szempontból, mind programszervezés szempontjából. Az adott helyzet megnehezíti a mindennapjainkat. Itt nem csak a költségvetési tárgyalásokra gondolunk, hanem arra is, hogy hogyan szervezünk programokat, hogyha nem tudjuk, hogy mikor indulhat újra az életünk. De pozitívan állunk mindenhez. Tehát az intézmény ugyanúgy föl van díszítve, és mintha holnap jönnének vissza az idősek, mert várjuk őket, tehát ez az intézmény nélkülük üres. Pedig az idő telik, mondjuk náluk visszafelé jár az óra. Sebestyén Orsolya elmondta, hogy itt az intézmény falai között fiatalodnak az emberek. És hogy a bizonytalanság ellenére mégis milyen programokat szerveznek? Igyekszünk mindent a tavalyi évhez hasonlóan, tehát a farsangi mulatságot, és igaz, hogy lehet, hogy az idén nem farsangi mulatság lesz, hanem karanténzáró buli, de muszáj elkezdjük a szervezését, hiszen bármikor jöhet az az információ, hogy nyithatunk és jöhetnek, és tartalmasan kell telnie azoknak a napoknak, amikor az idősek itt vannak velünk. De ugyanígy mondhatnám a Dóri háznak való gyűjtésünket, hiszen mindenki idős kollega, mindenki pirosba öltözik, hogy mi is támogassuk őket. Vagy a március 8-ai nőnap rendezvény. Tehát bízom benne, hogy szépen lassan visszaáll az életünk. Mindezek ellenére 2021. januárja a megújulást hozta az intézménynek. Új települések csatlakoztak hozzánk, a házi segítségnyújtás, illetve a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatási formákhoz. 4 település, Zumba, Kégy, Felső-Nerna és Murga települések jöttek át a Völgységi Önkormányzatok Társulásához, és most mi fogjuk ellátni náluk is ezen alapszolgáltatási tevékenységet. Helybéli gondozónőn keresztül fogjuk ezt megvalósítani, de a koordináció itt lesz benn Bonyhádon. A fúzióval 30 új gondozott került a központhoz, és 3 fővel bővült a dolgozók száma is. A kolléganők bemutatása már megtörtént, hiszen ahhoz, hogy zökkenőmentes legyen itt a feladatvégzés, a kolléganőknek ismerniük kell egymást. Én elengedhetetlennek tartom a csapatépítő tréningeket, a szupervíziókat. Ez mind képzések keretein belül meg szokott valósulni, illetőleg olyan rendezvényeket szervezünk, ilyen lehet egy nőnap, vagy a szociális munkanapja, ami tavaly megrendezésre került, hogy az intézmény valamennyi dolgozója egyszerre egy helyen volt jelen, és együtt fogyasztottunk el egy ebédet, és ünnepeltünk a szociális munkát. Sebestyén Orsolya elmondta, reméli, hogy hamarosan újra hangos lesz a gondozási központ épülete az élettel teli szépkorúaktól.